Sziasztok! Ebben a videóban egy rejtvény típust fogok nektek mutatni, amit kalandpályába fel tudtok használni. Nagyon egyszerű a szerkezet, összvíz 3 vagy 4 parancs fog kelleni, és erre úgy tekintsetek, mint egy alapra, tehát ezt még tovább lehet ugye fokozni, meg csavarni rajta, meg hozzáadni. Szóval nem az a cél, hogy egy komplett és összetett rejtvényt mutassak, hanem csak egy alapötlet. Erre a videóra azt álltam, hogy csinálunk olyat, hogy van egy szobor, amit le kell másolni, pontosabban ki kell faragni majd egy tömbből. Ugye kelleni fog nekünk majd, hát egy szobor természetesen, meg egy tömb, meg kell egy reset is, ami újra rakja a tömböt, hogyha esetleg elrontaná a játékosra, akkor újra kezdhesse. Fog kelleni egy parancs, ami ezt ellenőrzi, illetve egy másik parancs, amit lefuttat, hogyha sikerül, és kell még egy eszköz, amivel törjük a blokkokat, és körülbelül ennyi az egész. Ezt ugye sokféleképpen meg lehet csinálni, lehet még közvetlenül melléépíteni a szobrot, lehet egy eldugott helyre, vagy ezt is el tudom képzelni, hogy igazából csak utalás van arra, hogy mit kéne megépíteni, és mondjuk egy hatalmas vár előtt állok, és valahol a várfalon van a szobor, és valahogy ki kell szúrni, tehát annyiféleképpen meg lehet ezt csinálni. Én most úgy csinálom, hogy itt a fal egyik oldalán lesz, úgyhogy nem rejtem el túlságosan. Ja, milyen szobor legyen? Hát összeadottam egy ilyet, én se tudom mi ez, de tényleg, majd ti megírjátok, hogy ez micsoda. És ez mondjuk egy ilyen 3x3-as tömbbe elfér, úgyhogy itt a másik oldalon lesz egy ilyen tömb, amit természetesen fél parancssal rakok le, és az lesz egyben a reset is. Ide viszem az egyik blokkhoz, megnyom a per, fill, tab, egyik koordináta, aztán a másik sarka onnantól ideig töltse ki cobblestone-nal. Ezt ki is jelölöm, Ctrl-A, Ctrl-C, és másolom. És lesz nekünk egy ilyen reset gombunk. Jó, kéne command-lock is. Ide rakom a földbe, belemásolom a parancsot, és mondjuk ilyen sárga gomb lesz. Mondjuk ez jobban néznek ki, hogy újrakezdés, vagy ilyesmi, sőt, inkább átírom arra. Így ne legyen olyan 1 liter water-ös a pálya. Van egy újrakezdés, lesz itt egy láda, amiben eszköz van, ami cobblestone tud törni, mondjuk itt. Na most kalandmódban ugye nem lesz semmilyen blokkot törni vagy lerakni, meg kell adni a tárnak a can place on, vagy a can destroy tegeibe, hogy mit romboljon, vagy mit építsen. Nekünk ugye jelen esetben most a rombolás kell, tehát a can destroy. Ahhoz, hogy ilyen tárgyhoz jussunk, szükségünk lesz egy GIF generátorra. Természetesen megírhatnám kézzel is a parancsot, de szerintem sokaknak így sokkal egyszerűbb így generátorral, akik még nem látják át annyira ezeket a parancsokat, meg hát sokszor nekem is gyorsabb, amikor mindenféle enchantokat kell rárakni, vagy tehát amikor sok teget kell beállítani, és nem mindegyiket tudom én sem fejből. Nem tudom, elégszer mondani, hogy használjatok generátort. Rengetegszer kapok ilyen jellegű kérdést, és én csak hajtogatom, hogy generátor. Na, ennél úgy néz ki, hogy itt meg kell adni játékost, hát akkor legyen a legközelebbi játékos. Itt kell megadni, milyen típus legyen, iron, és szerencsére segít, legyen mondjuk csákány, iron pickaxe. Beállítom, hogy sebeszétve törhetetlen legyen a tárgy. El tudom képzelni azt, hogy nem törhetetlen, és akkor a játékosnak csak X próbálkozása lehet. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy nincsen hozzá reset, úgyhogy csak egy esélye van kifaragni. Mondjuk ezt akkor érdemes, ha ez nem a főszál, hanem csak valami mellékküldetés, vagy elrejtett valami plusz dolog. Most jelen esetben ez a példa abszolút újrakezdhető lesz. Oké, ugye adhatnék neki nevet, meg leírást, de engem most csak az érdekel, hogy mit tudjon törni, ez a can destroy rész. Ez ugye a cobblestone ott is van. Jó. És akkor itt alul közben írja a parancsot, és kéne valami frissítés, vagy valami, mert... Ja, hogy itt rá kell nyomni, hogy add. Oké. Add, és akkor hozzáadja. Tök jó. Na, kész is van a parancsunk. Ezt másolom, Ctrl-C-vel. És a játékban beillesztem egy command blokkba, le is futtatom, hogy ott van. Az van, hogy törhetetlen és cobblestone tud törni. Tök jó. Berakjuk a ládába, ez is megvan. Na, most már csak az ellenőrzés kell. Mondjuk ide összedobok gyorsan egy ajtót, ez fog meg kinyílni. Így. Úgy fogom csinálni, hogy ide alá oda fog rakni egy fáklyát. Mutatom, mert így ugye jelet ad ennek a blokknak, és emiatt kinyílik az ajtó. Na, az ellenőrzéshez ez szükség lesz egy olyan ismétlős command lockhoz. Ez a repeating command lock, illetve chainre is. Sőt, igazából azt is el tudom képzelni, hogy csak egy command block van, ugye
ide rakom ezt az ismétlőst, és egy komparátort kötök hozzá, egy ilyen cuccot, ami azt fogja jelezni, hogy mikor tud lefutni a parancs, és akkor abban van egy ellenőrzés, de valószínűbb az, hogy inkább valahol elrejtve a föld alá építitek meg a rendszert, és ide csak egy blokkot rak le. Érdemes ezt így csinálni egyébként, tehát hogy ezek a command blokkok a pályán ne foglaljanak helyet. Ne kell ilyen külön helyeket eltakarni, meg azt szerint módosítani a pályát, hogy minden command block el legyen takarva. Legyen kényelmesen megépítve a pálya, hogy jól néz ki, és valahol rajta kívül, természetesen azért a közelben megépítve a command block rendszer, és csak az ide blokkokat rak le, vagy innen hivatkozik. Például amikor egy gomb aktivál egy rendszert, azt is úgy érdemes, hogy itt csak egy command block van, ami valahol lerak egy redstone blokkot és az aktivál egy rendszert, nem mindjárt a gomb mellé megépíteni. Ezzel ugye helyet lehet spórolni. Na szóval az ellenőrzés, mondjuk csak ide ledobom, egy test for blocks lesz, ami két területet, illetve két teret tud összehasonlítani. Ugye ezt kell összehasonlítani azzal, illetve fordítva, tehát tök mindegy, hogy melyiket hasonlítom melyikhez, a parancs akkor fut le, ha ez a kettő ugyanolyan. Felnyom az F3-at, itt látjátok ezt a kis koordinátarendszert. Ezt úgy kell kijelölni, hogy ahol a három színes vonal találkozik, az legyen az első koordináta. Tehát itt ennek a szobornak itt ez a blokk lesz az. Ugyanis a parancs úgy működik, hogy kijelölöm az egyik teret, és utána a második térnek csak ezt a sarkát adom meg. Itt ennek a tömnek azt a sarkát adom meg, ami a XYZ tengelyen a legkisebb koordinátákkal rendelkezik, tehát az ez a sarka lesz. Itt találkozik a három tengely. Szóval mutatom, ráviszem ugye az egeret, per test for blocks, kell egy S betű a végére. S betű nélkül ugye csak egy blokkot tesztelek, hogy milyen NBT-i vannak. Test for blocks-szal pedig két teret hasonlítok össze, és akkor tap, tap, tap. Az első sarok megvan. A második ugye ezzel átlósan, ugye a testátló mentén az ez lesz. 1, 2, 3, megvan. És most kell a másik térnek ezt az alsó sarkát megadni. Tehát ezt itt. Tap, tap, tap. És ha most megnyom, akkor ugye kiírja, hogy a kettő nem egyezik. Beillesztem ide. Úgy. Utána hoz egy ilyen chain-t. Ezen beállítom ugye, hogy conditional legyen, azaz akkor fut le, ha sikeresen lefut. Ha ezt így nem kapcsolom be, és bármit írok ide, az ha ezt bekapcsolom, hogy always active legyen, akkor így folyamatosan fut a széllyal. De ha így conditional-re állítom, akkor csak akkor fut le, hogyha sikeresen lefutott. Szóval ide kell ugye egy fákja, lerakok oda egy blokkot, hogy ki tudjam jelölni, sokkal gyorsabb ugye, set block, tap, 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 másolom, és ide beillesztem, így. Na most ebben ki fog nyílni az ajtó, hogyha ezt olyanra lefaragom. Át is váltok kaland módba. Faragjunk. Hogy is volt a teteje? Aha. Csináltam volna több blokkal, hogy ne kéne annyit faragni. És ki is nyílt az ajtó. Hogyha pedig ugye újra akarom kezdeni, megnyom ezt, lefut a fél parancs és tel lesz. Az ajtó nem csukódik be, az nincs megcsinálva, csak a kinyitás, de akár az is lehetne. Azt egyébként úgy lehet, hogy lerakok ide még egy chaint, és ezzel tesztelem, hogy ez a blokk sikeresen futott le, illetve azt teszem, hogy nem futott le sikeresen, és ugye ehhez írok egy másik set blokkot. Ezt most csak így átmásolom. Így. Ez is feltételes, és nem redstone fákját, hanem levegőt rakjon oda. És ebbe pedig egy test for kell, illetve test for block. Ezeken a koordinátákon milyen blokk, ez egy repeating command block, most kéne egy data tag, hogy milyen irányba néz, hát ez engem nem érdekel, úgyhogy -1-et írok, és utána zárójelek közé az, hogy success count. Ez mondja meg, hogy lefutott-e sikeresen, és ez ugye most 0. Lehet, hogy kellni fog a típus, amit nem tudok fejből, úgyhogy mindjárt kipuskázom, hogyha ez így nem fog sikerülni. De! Sikeresen lefutott. Akkor pont integer típusú. Na, ezt ide bemásolom, oké. Most már be is tud csukodni az ajtó. Így most gyorsan kifaragtam majdnem olyanra, kiütöm ezt a blokkot, akkor passzol, és hogyha itt van valami, akkor becsukódik. És akkor most egy kibecsukható.
Hát igazából ennyi lenne az egész. Mondtam, hogy egyszerű szerkezet, de ezt annyiféleképpen meg lehet csinálni. Ez csak egy alap, ez csak egy ötlet, hogy ne quizt vagy labirintust használjatok, hanem tényleg pár parancssal egy érdekes rejtvényt össze lehet hozni. Szóval a parancsok ott lesznek a leírásban, a GIF generátorét is berakom, de mondom, csak keressetek, szerintem ennél sokkal jobbak is vannak a neten, én valamikor találkoztam már ennél jobban is egyébként. A kézikönyv óvjon!